Kedves nézők, ez itt már a háttér, évértékelés, a stúdió vendége dr. Nagy Lajos aljegyző. Köszöntöm és köszönöm szépen, hogy elfogadta meg. Köszönöm a meghívást, köszöntöm én is önt és a kedves televízió nézőket. Hát itt van előttem egy lista, hihetetlen mennyiségű, hogy mennyire szerteágazó a feladata. Vegyük is gyorsan, nem is húzom az időt. Tehát milyennek ítéli meg 2018-at, gyakorlatilag zárhatunk már szinte évet aljegyzőként, de hát nem csak aljegyzőként, hiszen ha azt mondom, hogy beruházási és közbiztonsági irodának is a vezetője, és ezen belül nagyon szertágazó a tevékenysége. Így igaz. Hát elsősorban, vagy az elsődleges feladatom nyilván aljegyzőként, ez a megnevezésből is talán adódik, főjegyzőasszonynak a helyettesítése természetesen, amennyiben ő távol van, vagy nincs bent a hivatalban valamilyen oknál fogva, akkor elsősorban én írok alá, vagy én egyeztetek azokban az ügyekben, amelyek kiemelt jelentőségűek a hivatalban. Ezen túl, ahogy említette szerkesztő úr, van egy irodám, úgynevezett kapcsolt munkakörben. Ez pedig a valóban igen szerteágazó tevékenységet folytató beruházás és közbiztonsági iroda. Ez ebben a ciklusban került felállításra, már Takács polgármester úr ideje alatt. A nevében tulajdonképpen benne van, hogy nagyon sok minden, igen, nincs benne minden, de azért arra lehet következtetni, hogy a beruházásoknak elsősorban itt is a jogi koordinációja tartozik hozzánk, illetőleg az ezekkel kapcsolatos közbeszerzési ügyeknek az intézése, valamint a közbiztonsági tekintetben, ugye felállításba került ebben a ciklusban a mezőőrség, és emellett még a közterületfelügyelet, ami ide tartozik az irodához, és őket koordináljuk, illetőleg az ő feladataik határozzuk meg. Ezzel kapcsolatban mik voltak az ezévi tapasztalatok, tehát mezőőrség, közterületfelügyelet, együttműködés polgárőrséggel, rendőrséggel? Abszolút pozitív tapasztalatokról számolhatok be, szerintem jó sikerült, és fontos és szükséges is lépés is volt talán a mezőőrség felállítása. Nagyon jó az összhang és a kapcsolat a rendőrséggel, gyakran látunk el közös szolgálatot nyilvánvalóan külterületeken elsősorban, de egyébként a közterületfelügyelet által belterületen is látunk el közös szolgálatot, szintén jó kapcsolatunk a két polgárőrszervezettel, de akár mondhatnám a vadásztársaságokat, hiszen velük is láttunk el közös szolgálatot. Ugye a mezőrség éjjel-nappal működik, tehát és elsősorban nyilvánvalóan a bűnmegelőző tevékenysége az éjszakai időszakra koncentrál. Számtalan felderítésünk volt erről, menet közben, illetőleg az évfolyam folyamatosan igyekeztem beszámolni. Nem tudom, mi a helyes megfogalmazása, tehát az iroda alá vagy fennhatósága alá tartozik, vagy ellenőrzése alá a Városfejlesztési Kft., illetőleg a Várva Kft.? Hát mondhatjuk azt így van, hogy a polgármester úr meghosszabbított karjaként tulajdonképpen koordinálom a két cégnek a tevékenységét, de ez tulajdonképpen inkább párhuzamosságot egymás mellettiséget jelent. Nagyon jó az együttműködésünk a két cég kollégáival. Hetente tartunk egyeztetéseket, ezeket üzemeltetési koordinációnak is nevezzük. Amikor is meghatározzuk a heti feladatokat, illetőleg kiértékeljük az előző héten elvégzett vagy el nem végzett feladatokat. Önhöz tartozik a például, de van még nagyon sok, mondom, amire lesz idő nagyon gyorsan tényleg, köztemető üzemeltetése például. Így van, a köztemető üzemeltetést és az irodám végzi, illetőleg itt egy kiváló kollégám. Itt tulajdonképpen relatív egyszerű dolgunk van, hiszen alvállalkozóval láthatjuk el, tehát szolgáltatásként a köztemető üzemeltetést. Itt ennek a szerződésnek az ellenőrzése, természetesen előkészítése, megkötése és folyamatos ellenőrzése tartozik hozzánk, illetőleg az ezzel kapcsolatos esetleges pályázatok, így például az idei évben hadisírokra pályáztunk sikerrel, és egy picit megújult egy tekintetben is a köztemető, de azt gondolom, hogy az utóbbi években látható azért a fejlődés. Aki kiment a köztemetőbe, akár most Mindenszentekkor láthatta, hogy egyre szebb, kultúráltabb állapotban van a temetőnk. Mit akar az, hogy a helyi közút kezelési feladatok önhöz tartoznak? Mert ezt azért érdemes konkretizálni. Igen, egy nagyon fontos feladat, erről is már többször beszélgettünk itt is. A helyi közútkezelő is az irodához tartozik, aki részben hatósági feladatot járt el, részben tulajdonosi feladatot az önkormányzat nevében. Itt elsősorban ide tartozik hozzá, és mindig el is mondom, hogy nagyon fontos, hogy a különböző a házunk előtt közterületen végzett munkálatok, így például egy kapubejáró létesítése, vagy egy árok lefedése az, aminek az engedélyezése ide tartozik az irodához, és ezt egy kiváló kollégám végzi. Ez ugye azért nagyon fontos, hogy a vízzel vezetés az megfelelő módon történjen meg, tehát arra menjen a víz, amerre kell, ne pedig házilagos
módon elkészített kapubejárókba, aztán később viták alakuljanak ki, hogy hol áll meg a víz, és ki csinált mit rosszul. Kártérítés, illetőleg panaszügyekkel is önhöz vagy az irodához kell fordulni? Igen, szerencsére ezek is nálunk vannak. A kártérítési ügyek alatt elsősorban itt a kátyukárokra gondolok, vagy gondolhatunk. Ezek az ügyek is nálunk landolnak, illetőleg mi vizsgáljuk, mi vagyunk kapcsolatban a biztosítóval. Itt nagyon fontos, mindig ezt szoktam mondani, hogy legyen egy rendőrségi jegyzőkönyv általában egy ilyen esetben, ami megalapozza a kártérítést majd a biztosító felé is. Sűrűn vannak ilyenek? Előfordul, ez relatív, hogy sűrű-e vagy sem, szoktak lenni kártérítési ügyek. Mondom, a legnagyobb hiba az szokott lenni, hogy egyszerűen csak bejelentik, hogy itt történt egy ilyen kár, vagy az autóval belement egy kátyúba, de hazamegy, nem készül semmilyen jegyzőkönyv, nincsenek tanúk, megpróbálja igazolni egy otthon készített fényképpel, ez kevés egy ilyen eljárásban nyilvánvalóan, tehát itt azért tényszerűben meg kell alapozni azt, hogy később kártérítés kifizetésére kerülhessen sor egy ilyen ügy kapcsán. Előfordult, tehát volt egy 6-8 esetünk körülbelül egy évben, vagy egy télen, vagy egy télután szokott lenni. A panaszügyekkel kapcsolatban, mert arra is rákérdezett, a panaszügyek pedig tulajdonképpen minden, ami lakossági panaszít, akár az utak, a járdák állapotával, de bármi befut hozzánk, azt az iroda kezeli, és ezeket vagy megpróbáljuk megválaszolni és megoldani, vagy pedig továbbítjuk az illetékes szerint. Igen, és ezek valóban egy nagyon komoly dolgok, nekem itt az iménti mosolyom nyilván nem a kárnoknak, meg a panaszoknak szólt, hanem annak, hogy valóban mennyire szertágazó a feladata, és ezek valóban nagyon bosszantóak tudnak lenni a károsultak szempontjából, már amiket itt említett az imént. Főépítészi adminisztráció. Igen, így van. A főépítész asszony mellett dolgozó kolléganő is a mi kolléganőnk, hogy így mondjam, tehát az irodához tartozik. Itt elsősorban településkép védelmével kapcsolatos adminisztráció az, amit intéz, de minden a főépítészi tevékenységhez kötődő, tehát a helyi építési szabályzat módosítása, rendezési terv módosításával kapcsolatos előkészítő tevékenység, lakossági fórumok megszervezése, ez is hogy mondhatom így, hogy ehhez az irodához tartozik. A Ceglédi Többcélú, illetve a Többcélú Kistérség, mi a hivatalos név akkor, mondjuk ki? Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás, ugye mi csak CTKT-nak becézzük, vagy rövidítjük, ennek pont ma lesz egyébként az évzáró ülése. Ide tartoznak ugye a térségi települések, tehát polgármesterek jelennek meg. Ezeknek az ügyeknek az előkészítése, a döntés végrehajtásában való részvétel. Ez is egy rendszeresen relat és rendszeresen visszatérő munka. Abszolút, így van, hiszen havonta vannak általában a ülései a polgármesteri grémiumnak. Ezeknek az előkészítése, illetőleg végrehajtása is részben az irodámhoz tartozik, illetőleg az itt dolgozó kollégám végzi ezeket. Hogyan működött ebben az évben? Mondhatom, hogy zökkenőmentesen, inkább talán ez a legjobb kifejezés, zökkenőmentesen. Közterület foglalási engedélyek. Szintén beszélhetünk róla. Így van, hiszen a közterület felügyelet ugye eleve itt van az irodánál, itt a közterület hasznosítással kapcsolatos ügyek is természetesen ide tartoznak. És ez szertágazó, hogy ez milyen ügyekben kell. Nagyon sokrétű, tehát itt akár egy közterület foglalással kapcsolatos ügy, akár egy vendéglátóipari előkert létesítésével, vagy engedélyezésével kapcsolatos ügy, minden a közterület használatával kapcsolatos ügy lényegében itt csapódik le nálunk. És végül, de nem utolsó sorban, van még rá egy percünk, beszéljünk a közvilágításról. Mert hogy úgy szintén. Abszolút, így van, egy nagyon fontos téma, szintén egy kiváló jogász kollégám végzi a közvilágítással kapcsolatos ügyeknek az előkészítését, illetve a végrehajtásának a koordinációját, természetesen az áramszolgáltatóval együttműködve. Nem könnyű ügyek ezek. Az utóbbi években jelentős változás történt, hiszen módosult is a közvilágításnak a rendszere, ugye átértünk egy ledes fényforrásra, illetőleg bővítés is történt bőven, tehát a különböző főleg külterületi körzetekben közvilágítás fejlesztés, bővítés is történt, és ez is folyamatos, illetve folyamatosan érkeznek erre az igények. Hát én tulajdonképpen én úgy gondolom, lehet, hogy nem is szinte teljes a kép, még egy fél perc azért van, de igyekeztünk mindent felsorolni. Úgy az összképet tekintve, milyennek ítéli meg 2018-at? Hát itt most kiemelni
képtelenség, hát mert előről kezdhetnénk. Igen, tulajdonképpen számtalan feladat volt, én azt gondolom, hogy ezt igyekeztünk a legjobb tudásunk szerint végrehajtani, azzal a létszámmal, aki rendelkezésre áll az irodán. Én azt gondolom, hogy ez többségében sikerült is megvalósítani azokat a terveket, amiket meghatároztunk önmagunknak, vagy amelyeket meghatározott a képviselőtestület számunkra, úgyhogy ha ennél rosszabb nem lesz a következő év, akkor már én ezt sikerként könyvelem el. Dr. Nagy Lajos, köszönöm szépen, én nálunk el, hogy a munkát kívánok. Köszönöm szépen. Kedves nézők, ez volt a Háttér, köszönöm figyelmüket, viszontlátás.